Csabánál, akit Tapolcán úgy ismernek, hogy van egy autószervize, autóvillamosság, meg egyébként minden, ami az autókhoz tartozik. Azt viszont már sokkal kevesebben tudják róla, hogy van egy szenvedélye, órákat gyűjt egész konkrétan, és most mi bejutottunk ebbe a szentélybe itt a szervizen belül, ahol rengeteg óra vesz körül minket. Hát az óra szeretete az nagyon régre nyúlik vissza. Sajnos a sors kibabrált velem, mert elmondhatom azt, hogy se nagypapám, se nagymamám nem volt. De viszont a családnak volt egy nagyon jó barátja, egy idős bácsi személyében, aki már akkor, mikor én ilyen 6-7 éves lehettem, akkor volt már ő ilyen 70 körül. Hát és őneki volt egy nagyon szép órája, és akkor megígérte, hogy hát ő lett a fogadott nagypapám. És nap mint nap találkoztunk, mindennapos kapcsolat volt köztünk, volt, hogy az iskolából oda mentem haza ebédelni, vagyis ő hozzá ebédelni, és hát gyerek, az óra az a tiéd lesz. Az örökösei nem adták nekem az órát. A legnagyobb fájdalom hát is bánatodra. Hát ez egy elég nagy fájdalom volt. Gyerekként megélni nagyon rossz volt. Hát még utána élt egy 5 évet körülbelül, már akkor talán középiskolás voltam, mire ez megtörtént. Nem mentünk utána a dolognak. Nagyon fájt, most is még fáj. Lehet talán majd, ha nézik a műsort, akkor kapcsolni fognak. És akkor egy időre elmúlott ez az óra szeretett dolog, bár mindig volt, talán ballagásomra is karórát kaptam 8-ba, mert azt kértem, és mindig is szerettem az órát, de elmúlott ez a konkrétan óra fóbia. Hát jó, mert más érdekelt. Hát igen, más érdekelt. Fiatalkor. Elektronika, szórakoztató elektronika. Így van, ugye elmentem aztán középiskolába az elektronika, és körülbelül 12 évvel ezelőtt, nem körülbelül, pontosan kb. Ennyi idővel ezelőtt a tapolcai piacon egy ugyanolyan órát megláttam, és megvásároltam. Nem én újítottam föl, ez egy rom volt, a kezemben majd szétesett, meg lehet most nézni, már nagyon szép óra lett belőle, majd széthullott a kezembe, úgy szedtük össze a fadarabjait a piacon, megvásároltam. Volt egy ismerősöm, aki felújított órákat akkor, máig is él, hála Isten, nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és elvittem hozzá az órát. Nagyon szívesen fogadott, és mondta, hogy meg fogja csinálni. Talán 2 hónap alatt el is készült az óra, és fölakasztottam a falra, elindítottam, és egy olyan melegséget éreztem, amit azok éreznek, akik a nagypapájuk ölébe beleülhetnek, és éreztetik, hogy igen, ő a nagypapád. És ez nekem most olyan ez az óra, mintha őt tőle kaptam volna. És az óra indította el végül is igen, ezt az egész ez az folyamatot. Óra indította el az egészet. Utána kijártam, aukciókon részt vettem, itt-ott, amúgy. Természetesen Budapest ecseri piac tele van régi órákkal, nem üzemgépes órákkal. Azt a szétszedtem az elsőt, kipucoltam, megindítottam az ingáját, és járt. 100 éves órákról beszélünk, és egy tisztítás, egy olajzás, és elindul az óra, működik. Tehát te magad álltál neki végül, és így itt van. Én magam. A tokokat, majd ha látjuk az órákat, nem én újítom föl, de szerkezetét mindnek én. És nagy öröm ez, mikor meglendítünk egy órát, és akkor az járni kezd. És már ez nem volt nekem elég, mert ugye ezek a szerkezetek elég nagy méretűek. Nem volt elegendő már nekem, kihívás volt, hogy belenyúljak egy kisebb méretű órába, nekiálltam a zsebóráknak. Itt van egy igen, van egy 30 darabos, 40 darabos gyűjtemény, és hát csodálatos dolog, szétszedsz valamit, megtakarítod, összerakod, és pang, elindul. Nem kell sluszkulcsot elfordítani, felhúzzuk, és jár az óra. És
ez egy számomra akkora öröm volt, megnyugvás. Most már mondjuk nem sok időm van, emberhiányba küszködünk, mint mindenki az országban. Muszáj dolgozni, nem sok időm jut az órákra, de ha volna időm, szeretném csinálni. Itt is van egy félkész állapotú óra, ami még nem jár, de remélem fog járni. Erről az óráról van szó? Erről az óráról, igen. Kétféle óra létezik, rugóhuzamú és súlyhuzamú óra. Ugye van a motorkerék, a motor az, ami járatja az órát. Ez egy rugós óra, amit itt majd nézünk, súlyok lognak le róla, az a súly húzza az órákat. A régi órák súlyhuzamúak voltak. Például van itt egy óra, ez sem működik, sajnos nem bírok még vele, de nem adom fel. Ez egy 5 mutatós óra, fél évet megy egy felhúzással. Az egy 5 kilós súly, amit ott látunk rajt. Ez most már ki van takarítva, gyönyörű, szép, tiszta a szerkezet, csillog, villog. El van törve még az ingarugója. Egy kis ajtó, ugye? Így van, ez kinyitható. El van törve az ingarugója. Ezt így leakasztom. Ez az a rugó. Ennek a fele el van törve, és ezáltal nem tud. Ez egy tűzzománc kép, tűzzománc az eleje. És valami aukciós szerzemény? Hát a 12 év alatt az ember sok embert megismer, sok gyűjtőt. Egymás közt cserégetünk, vásárolunk. Ha megszorul valaki, ne adj Isten, akkor fölhív, te, ami tetszett múltkor az óra, azt most eladnám neked ennyire, fantáziát lát benne az ember. Én nem adottam el még órát, egyet se. Nem tudom, mi lesz ezzel sok órával. Otthonra már nem vihetek órát. A feleségem azt mondta, elég. Elég, igen. Úgyhogy hát itt azért van, szereti, ő is szereti az órákat, ő is nagyon szereti. Nincs olyan hely, ahol nincsen óra a lakásunkban, úgyhogy mindegyik jár. Azért ezek nem annyira a halkórák, főleg amelyik üt. Amelyik üt, az nem annyira a halkóra. Úgyhogy csendes óránk van otthon, az azt jelenti, hogy nem üt. Egy súlya van, vagy egy húzása van. Úgyhogy ennyi. Egy gyűjtőnek az életeleme, hogy megmutassa a gyűjteményét. Mondtad, hogy benne vagy ebben a körben most már, akik egymás között adnak, vesznek, cserélnek. De külső emberek, most mi is itt rácsodálkozunk így a tévé, a Polca TV küldötteiként, kik azok, akik mondjuk erre kíváncsi, vagy kiknek mutattad meg, vagy mutatod meg egyáltalán? Tehát van-e egyfajta érdeklődő közeg, aki nem gyűjtő, hanem maga ez a gyönyörű készlet érdeklés? Mondjuk ügyfélként, aki ide betéved, és ne adj Isten, ide leülünk, mert ez egy tárgyalóként. Tehát ez maga a tárgyalóit, és így akkor van. Értem. Magákat, az óráknak a javítását akárvé lehet végezni itt is, de más helyen szoktam. Ide bejönnek, és akkor nyitott száj, leesik mindenkinek az álla, hogy mennyi szép sok minden van. És mindenki visszagondol, főleg az idősebb korosztály, hogy hát ilyen nálunk is lógott valaha, igen, a falon. Igen, és igen. Nem tudja, hogy hol van. És nem tudja, hogy hol van. Ja, hát ez egyfajta értékmentés is, hát mondtad, hogy 50 meg 100 éves órák vannak itt. Igen. Van egy-két óra, amire nagyon büszke vagyok, és szerintem nincs is belőle több. Ezt majd megnézzük. Itt ez a Brauswetter János féle óra, ez egy szegedi órásmester. 1847-ben kapta meg az órás diplomáját Bécsben. Ez az óra őtől származik, és én úgy gondolom, hogy nincs belőle még egy. Elég régi dolog. A fia ugyanúgy órás lett Szegeden, már nem csinálja őse, de Szegeden meghagytak az órás műhelye máig is megvan. A család azt hiszem azt fenntartja, ezt a kis órás műhelyt. Úgyhogy azért arra büszke vagyok. Arra mennyi órán dolgozol most? Megmondtad, hogy javítod ezt, mert megnéztük, amely az hát ilyen, most van itt egy zsebóra, ami nekiálltam szétszedni, meg van itt ez az asztali óra, vagy kandalló óra. Ez egy nagyon érdekes zsebóra, annál is inkább, mert ez egy kronográf. Pedig ez egy háború előtti óra. Hát ugye azt hívjuk kronográfnak, ami több dolgot mutat, nem csak az időt. Ez mutatja a napot, tehát, és magyarul hétfő, kedszerde, péntek, és így tovább, mutatja a másodpercet, mutatja az órát, percet, és mutatja a hónapot. Ez igen. Úgyhogy nagy kihívás, hiányos a szerkezet.
ahogy amikor megvásároltam, ezt nem árulták el, hogy hiányos, nyilván nem is ennyi lett volna az ára, én kaptam rá, azt mondták, rendben van, csak ki kell tisztítani, de hát nem így történt. Hát készíteni kell hozzá valamit, meg kell találni rá az embert, aki fog tudni segíteni benne. Ebben csomó fogaskerék van. Hajaj. Gondolom, az hiányzik. Nagyon sok fogaskerék van benne. Hát a billegő tengelyével van probléma, úgyhogy majd talán valaki meg fogja tudni segíteni nekem csinálni. Én nem tudom biztos. Nincs olyan szerszámom, amivel meg lehetne, de van rá ember, úgyhogy megcsinálják majd. Mondtad, hogy kevés az időd a munka miatt, de nyilván folytatod ezt a tevékenységet, tehát ez mai napig, ha jól értettem, figyeled órákat, és hogyha valahol olyat látsz, olyat találsz, akkor azt megszerzed. Igen. Most már próbálok csak olyant, ami tényleg ritkaság, és nekem nincsen. Egy órám se egyforma. Ránézésre tök egyformák az órák. Hú, ennek is két súlya van, annak is két súlya van, de az egyiknek van másodperc mutatója, a másiknek nincs másodperc mutatója. Tehát mindenképp olyan órákat akarok, ami nekem még nincsen. És még ha tudnék venni nagyon-nagyon olcsón olyan órát is, amin van, nem venném meg, mert nem látok benne fantáziát. Azért én nem azért veszem, hogy eladjam. Bár valamikor valakinek ebből biztos pénze lesz. Még talán lehet nyugdíjas korunkban muszáj lesz eladni, ha úgy alakul. De reméljük, hogy nem. Igen. Melyik, ugye néhány leget most már hallottunk, a legelsőt. Melyik az, amelyiken mondjuk a legtöbbet kellett dolgoznod, vagy a legtöbb munkával járt a beszerzése, megszerzése? Itt azzal van probléma, hogy ha alkatrész hiányzik. Annak a utánpótlása az nagyon nehéz. De van szerencse, mert van nagyon sok gyűjtő, akik kipucoltak órákat, romtokokat, de szerkezeteket elrakták, és abból még mindig fel lehet lelni. De ehhez kell a 10 éves ismerettség. Ahhoz, hogy tudjad ki az, kit kell körbe telefonálni, hogy na, nekem egy ilyen kellene. Valahol lehet, hogy láttam, és lehet, hogy van. És van sokszor szerencse. Ez a legrégibb órám, ez egy rózsafa betétes, intarziás óra, 1810 madzagingás, az azt jelenti, hogy nem rugó lóga az inga, hanem egy madzagon. Az volt a legelső. Úgy állították a pontosságát, hogy a madzagnak a hosszát állították. A kulcsban volt egy pici négyzet, volt egy felhúzó része a másik. Itt fönt, ezt mikor ide belehelyezted, a madzagot egy húztat följebb, úgy változott a hossza az ingának, ezáltal tudtad pontosítani az órát. Ütős óra, 3 lyuk van benne, 4-kor, 5-kor, 3-4-kor, egészkor leütötte a 4-kor az 1-et, 5-kor 2-t, 3-at, 4-et, és utána ütötte az órát. Máig is működő óra. Ezt ilyen állapotban vettem, a fa részét csak éppen csak át lett törölgetve, nem lett felújítva, a szerkezete az igen, az nagyon koszos volt. Hát ezek a súlyok nem ilyen állapotban vannak, mikor megveszel egy órát, azok a csigák nem ilyenek. Nagyon sok szöszölős dolog van rajta. Itt van még egy 300 napos óra. Körülbelül 5 éve nálam van, nem találok rá mutatót, nincs meg az egyik mutatója. De ezt fölhúzod, 1 év után kell még egyszer fölhúzni. Az időt, az időt attól még mutatja, mert a perc mutatója, vagy az óra mutatója, az megy. Úgyhogy ennyi. Ez egy nagyon ritka bécsi óra, amit kell tudni róla, ezek a díszek, ezek a faragások nem festve vannak. Ez ilyen, ez a fa. Ez egy brazil, jacaranda, az a fának a neve. Ez brazil fa. És ez ilyen fekete, ez nincs lefestve. Ez egy ilyen. Ez Höfner, az órásnak a neve, és beleírta, hogy Pesten. Ez egy pesti órásmester volt. Arra nem gondoltál, hogy itt megmutatni ezt egy kiállítás részeként valahol? Vagy kényes dolgok ezeket szállítani. Hát igen, ugye üveg, meg műszer. Azért ezek nagyon kényes dolgok, a rugók, az ingák, úgyhogy én nem szívesen cipelném sehova. Biztos, hogy helyt állnak különben. Hát,
Itt nagyon szívesen várok mindenkit, akinek tetszik, az nyugodtan jöjjön, még ha nem is autót javítatni jön, megmutatom, belépő nélkül ebbe kis múzeumba bejöhet, és akkor megnézheti a szép órákat.